Hello mindenkinek, Rapó vagyok, és itt van velem Csatorna Patkány, szia! Új, sikerüljen gyerekek, sziasztok! Rapó ez körüli pályára álltam. Mit? Rapó körüli pályára álltam. nagy a tömegvonzásom. És te nagy tömeg vagy, ezért mondlak. Ott a buzogányod, meg minden, hát az elég súlyos. Na, és itt vagyunk, együtt fogunk most Draken szangolni, úgyhogy Csatorna Patkány segíteni fog nekem megcsinálni egy küldetést. Ugye előző részben néztük ezt a Kaliszt, hogy meg kéne ölni, csak mondtam, hogy elég erős, ezért nem is próbálkozok vele. És akkor most mehetünk megölni. Gyere, menjünk! Gyere, szolgám lábhoz! Jó, én végigfutok itt, jó? Látunk rossz rajta. Fussunk végig, nem öljünk. Öljünk. Úgyis régen jártam már erre. Jön az XP, ugye most. Hát ettől aztán sok XP-t kapok. Az a baj, nincsen elég dühöm. Fejlegesítsenek! Mindjárt szárnyalok, figyeld! Ó, szárnyra kaptál. Sok volt a Red Bull, túlzásba vitted. Azt tuti. Nincs itt valami bot. Hát ez így jó lesz. Szépen végigmegyünk, és akkor Kaliszt pedig kinyírjuk. Ó, de szépen előttem a kettő között hallod. Én itt megvárom, amíg megsebezik, jó? Jó, oké. Ez jó lesz. Én ezeket nem szeretem, a felélesztősöket. Azok a legjobbak. Ugye? De mikor ölöd a izét, és akkor pont feléleszti. Jó az. Ó, ki tudom nyitni a ládát. Hol vagy? Ó! Ott van egy csomó minden. Hát három kéne hozzá. Ez azt kaptam, kristályt! Ez a kristály, mágikus tárgy. Na, örülj neki. Ez jó. Na, azt mondták, hogy használja a kristályt vagy könyvet, és egykezeset használják mellé. Úgyhogy akkor lehet be is dobom így magam. Én is egykezesbe tolom, meg pajzs. Te is? Kétkezes, ez nem egykezest. Volt. Várj, kaptam még valami kristályt is. Vagy mi ez? Ezt berakom valahova. Ahova lehet. Abba nem lehet, ebbe be lehet. Akkor rakjuk be ebbe. Nem tudom milyen, de berakom be. Na. Azt mondták, hogy gyorsabb leszek tőle, ugye nagyobb lesz a... Az a... Tényleg nagyobb a gyorsasága, az ének lövés gyorsaság. Meg az ellenállás már elvileg nagyobb. Hát, az a lényeg. Hát főleg a mágusnál ugye, mert úgy sincs sok élete. Ja, tényleg azért hívta engem, hogy én pedezzelek. Te rohadék vagy. Ne, voltam itt. Jó van ez. Nem itt, hanem a főzén. Ja, hát igen. Mondjuk nekem van egy kis mérgezés a fegyveremen. Valami éjjel. Hú, sokkal gyorsabban lövöm egymás után a tűzgolyókat, vagy mik ezek. Sokkal jobb. Jönnek utánod. Jönnek igazából, hiába ütnek, meg se érzem az ütéseket. Hát gondolom. Meg van egy olyan izét is összedobtam, hogy gyógyulok is. Ha ütök. Aha. Nem tudom már, mi van, valamelyik cuccom csinálja. Hát jó, de te harcos vagy, tehát a harcosnak annak ilyennek kell lenni. Az lenne a baj, hogyha úgy sérülnél, mint én. Nézd, az egy kicsit turva lenne. Olyan jó, mana elixír volt a földön. Az jó? Mindjárt odaérünk. Mindjárt odaérünk. Nézd gulak. Már azt sem tudom, hogy mi volt ennek. Ja, tudom, mi voltam már. Jaj, basszus, ez szopatós. Már tudod, mi ez a Kaliszt? Igen. Örülök neki. Amikor beáll középre, az gál. Igen. Igen, és lövöldöz rád ilyen, nem tudom, ilyen bigyókat. Nem, mikor a földön elkezd a izé, mikor beáll ja, középről kijön a nem tudom mi. Tudod, még nem jutottál, mikor középre visszaáll, és akkor a talaj... De, és az egész területen sebez. Igen. De ott hova kell menni, hogy ne sebződjél? Van olyan? Ahol ja, ki kell szaladni? Csak a peremre, megvárom. Figyelj, én oda jutottam, hogy jébe ment középre, és akkor meghaltam. Gondoltam. Mehetünk. Ott bent egyből úgyse az jön. Mert egyből is az jön, mert én mindjárt futok neki. Ja, más király. Na. Megint én mondtam, akkor végignézem először, hogy halsz meg, jó?
Persze. Itt nem kell felvenni a küldetést? Mit? Nem kellett volna felvenni a... Már felvettem. Már csak az van, hogy old meg Kaliszt. Ja. Várjál, teszek be ha eszenciát, mert van egy csomó. Ó, én vettem 10 000-et. Az igen. De csak ebből a izéből vettem. A nagy harc eszenciából. Ez a viadal eszenciával van most 2600, lehet, hogy berakom, amíg itt vagyunk. Ó, majd hívok le egy verő, lehívom a verő emberemet is. Jó. Mehetünk? Hát jöjjünk. Maradok a bejáratnál, oké? Hát jó, te maradj akkor ott kívül. Ezen az oldalon maradok és innen lövöldözöm. Ott van Kalisz, mutatja oda a GPS-em. Nézted milyen jó ez a GPS? Nem, milyen GPS? Hát hogy mutatja a küldetést. Erre itt még nem lehet meg, most lehet majd megfogni. Na ott van, segít az embertém. Ó, jó, meg lesz ez hamar. Basszus, én itt hányszor futottam ki? Ez meg van. Oké, teljesítmény megszerezve, ugrásra kész ellenség. Ó, milyen jó halt meg. Ó, legendás tárgy. Eszencia. Ugye az újdonság élménye, amit te is átéltél még régen. Hát még régen, azóta 1-2-3, most csak 4 legendás tárgyom van. Te... 140. Szerinted a 20% plusz 20% kritikus sebzés, vagy a plusz 147 kritikus találati érték a jobb? Kritikus sebzés szerintem. Tehát a 20%-kal több kritikus sebzés, az nagyobb, mint a plusz 147 kritikus találat? Igen, mert a százalék az mindig több, mint a pont. Hát jó, az lehet. Akkor, ha marad a mostani, mert kaptam egy ugyanolyan fegyvert. Kritikus sebzés, nézd már meg. Mit? Engem. Látlak, mi van? Szép pajzsos vagy. Ugye? Ó, voltak benne jó cuccok. Te, én vagy 5-ször kifutottam meg vissza, amúgy mire meg tudtam ölni. Ja, várja. Az úgy jó? Hát én nem is jutottam el odáig, hogy kifussak. Ja, itt a Nimbus tükör, amit össze kell törni, ugye? Nimbus? Mi? Nimbus tükör. Nimbus. Nimbus. Nem Nimbus. Nimbus. Jó, azt, ja, most kifelé kell menni, ott a kérdőjel. Na hát köszi az is segítséget. Hát, jó, nem volt most... nehéz. Ugye? Ugye. Azt mondjuk viadal eszenciát is alig használtam. Hát én se sokat, úgyhogy vissza is váltom. Azt hittem azért, hogy mi ketten is nehezebben bírunk el vele, hirtelen... Igen, egy 26-os szintű lényt egy 31-esre összeengedni. De amúgy hova mész? Nem, hát fent is volt lépcső, most azt hittem középre megy. Ide kell jönnöm, mert itt a kérdés. Ez nem egy macska, ami a küldetést adja. A főpap sorsan, várj, mit kell? Vidd el a főatya botját Caelius atyának Verian menedékbe. Akkor én teleportálok, jó? Ja, várj, a Verian menedék az nem az, ahol vagyok. De nem akarok visszafelé menni. Te akarsz? Teleportáljunk? Én se ott vagyok. Hát akkor itt teleport. Van mindjárt a legvége. És ezen átsprintelünk, én úgyse érzem meg. Te szenvedsz egy kicsit. Na, ezen nem hiszem, mert megöltünk mindenkit majdnem. Ja, de kimentünk, meg visszajöttünk. Ja, igaz mondjuk. De mondom, jó. Én el leszek így. Jó, oké, én teleportálok, szia! De... Én most mindenki, hogy rámuszította. Ó, sokkal jobb a sebzésem. Na tessék, öld őket, én megállok és mindegyik rám figyel. Oké. Legalább ennyi. Először a feltámasztókat. Na jó, ezt magam körül kinyírom, egy. Oké, én megyek vissza. Látom, te se killódsz. Nem, mindjárt megkereslek. Most itt vagyok, térképen. A térképen vagy? Jó. Az ellenállást. Amúgy igen, valahol a térképen, azt tudjad. Gyökérsz, de várj, hol az ellenállás tábora? Az ellenállás tábora itt a... az égő part alatt. Ja, megvan. Majdnem elmentem gyökérsz úrdokba, itt vagyok én is. Oké. Okay. Látlak itt maszturbálsz, illetve itt vagy. A veri a menedékbe fogok visszateleportálni. Hát mondhatod volna hamarabb. Hát azt kérdezted, most hol vagyok?
De mindjárt jövök úgyis vissza, mert már ott nincs küldetésem, csak ez volt még. Jó, akkor itt megvárlak. Tehát most már azon a területen vagyok, az még rám maradt erről a területről, amikor itt voltam. Oké, 20 Undermant begyűjtve, és 1908 Undermantom van. Menj a picsába, 1900 valamennyi most a izé. A szerencsipaci csomag. Komolyan? Igen, most 25% van rá. Ó, várjál, megyek vissza az izébe, a Kings Hillbe megnézem. Hát... Akkor még ma ki kell szedni belőle a maximumot. Ja, és van ez a Halloween-es cucc is, tök jó néz ki mindenhol. Úgy sötét van, azt észrevetted mindenhol? Igen, észrevettem. Jó, nekem most tűnt fel. Eddig azt hittem, hogy csak azért, mert olyan területre kerültem. És tök menő Halloween-es cuccok vannak itt lerakva. Ugye én már jó ideje akarom összeni, csak jó munkrában leálltam egy csomó időre a Dragon Sanger, és akkor azért nem is mentem tovább 31-ről. Igen, itt van 25%, érted? Te is itt tesz. És 1949, azt a... Ezt hány napig van ugyan? Ezt még ma meg kell szereznem, akkor meg kell csinálni. Szerintem még most megszerezzük. Oké. Legalábbis te, én nem. A videóval lett, még megszerzett szerintem. Csak mondjuk, mondjuk tovább a küldetéssel. Mert már most tartunk 11 perc körül. De most szerintem akkor megyek tovább még egy küldetést. Most a Loxley kavernáiba kell mennem. Van kettő küldetés a Loxley kavernáiba. Van egy az égőparton, és nem, kettő az égőparton, trollszúr, nem, sok van az égőparton, és kettő a trollszúrdokban. Igen, az égőpart az durva. Na akkor hol teleportáljak? Úgy szoktam csinálni, hogy megnézem, hogy melyik terület hanyas szintű, és akkor oda megyek először, ami hozzám lesz. 25-26 a trollszúrdok, 26-27 az égőpart, 25-26. A trollszúrdok? Aha. Az égőpart? 26-27. És Loxley? De ez melyik? Loxley kavernái, csak az van itt. Ja, de lehet, hogy valamelyik területen 25-26. Van. 25-26. Az is. 25-26, az is? Ja, de várj, ez a trollszúrdokban van. Azt írja, hogy sok utazót vezettem már át a biztonságosan a trollszúrdokon. Rabló kedvenc tanyája ez a félreeső hely, ahol bátran támadhatnak a védtelen átutazókra. Tehát akkor ez is a trollszúrdokban, a Loxley kavernája, ugye? Akkor mondjunk a trollszúrdokban. Jó, akkor mindenképp a trollszúrdokba, és utána az égőpart. Akkor teleport oda. Én már itt vagyok. Én kíváncsi vagyok, hogy amúgy a szerencsepaci csomagban mi lesz benne. Én is. Lehet, hogy egy olyan paci, amit simán meg tudtál volna venni 1500-ért, vagy nem? Olyat nem adhat? Csak Undermantosat ad. De szóval... De az is olyan. Igen, ami Undermantosat bármit adhat. Igen, tehát lehet, hogy olyan pacit kapsz, vagy nem tudom. Ja, várjál, ez hol van? Hova kell most menni? Trollszúrdok. Trollszúrdok. Oké, megyek oda. Teleport. Te utána segítsél, mert menjünk el... Jó van. Thorstormba, jó? 29-31 szintű csak. El se tudok oda menni. De elsétálsz oda, mész végig. Végül is nem tudom, hogy szóval nekem. Én majd fedezlek, te meg csak a teleportpontokhoz menj el. Na várjál, gyűjts össze 10 utolsó inget bunyós trolloktól. Na mutatja, hova kell. Várj, át kell menni. Másik területre. Ja, az Loxley kavernája. Ja, hogy az ott van. Aha, az egy külön terület a trollszúrdok mellett a Loxley kavernája. Oké, most már értem. Akkor trollszúrdokos küldetés most. Találd meg Linettet az arany amulett alapján a shorfolki menekültek között. Mutatja is, hogy hol van. Vezess. Én úgy döntöttem, hogy most nem fog használni csak a két ütőképességemet, semmi mást. Hát szerintem nem is nagyon kell. Majd ha bajba leszel akkor. Oké. Okay. Ez jó varázslataim vannak. Úgy tetszik ez a mágus, jó? Várj, nem is jó helyen jöttünk be, itt nem is kell bejönni. Ó, hogy keresztül kell mennünk az egészen ott föntről, és úgy tudunk, arra le a másik sarkába kell menni. Már megnézem a többit, hogy az hova vezet, és akkor utána... Az ellenállás táborra a másik. A fönti. Várj, csak itt van egy küldetésem. Jó, vedd föl. De nem, itt ezeket kell ölni. Ezeket a trollokat. Hát akkor csináld meg fele, az is jó. Azt csinálom.
Tehát akkor ezeket kell ölni először. Ez, hogy ölj meg 20 kőklű trollt. És azon a területen, mutatja a következő területet. Itt van előttünk, ja. Végső csapást vidd már be, mielőtt megmérgeződik. Bevittem szerintem. Szerintem meg a mérgem öltem. Nem, pont beleütöttem az utolsót. Jó van, üssél belém. És neked hogy tetszik a harcos? Mesélj már a harcosról valamit. A nézőknek. Jó. A varázslókról már tudnak mindent. A harcos jó. Hát tessék, bővebben? Felfogok minden ütést előled. Hát bővebben? Nagyon jó. Igen, gondoltam. Nem is számítottam más válaszra. Igen, és még bővebben? Bár a nagyon jó. Hát... Nem rossz, egyedül annyi a baj vele, hogy az ilyen távolharciaknál, mint a Nosferati valamik, amik felélesztőek is, azok ellen kicsit necces használni. Aha. Ja, össze-vissza mutatja a GPS, ide mutatott, utána most már másik sarokba. Mert ide bárki bejöhet amúgy. Mindenki gyilkol. Ja. Tehát épp az a baj, hogy az ilyen távolharciaknál hozzá, hogy kell utána futni, és hogyha van sok, vagy egy csapat IS rájön, akkor nehéz. Igen, mert azok távolharciak, és akkor lövöldöznek téged távolról, nem? Igen, igen, de hát pont ezért van 2250 életem. Neked mennyi van? 1140. Majdnem annyi. Hát igen, de jó, a mágusnak ugye nem is az a lényeg, hogy sok élete legyen. De. A mágusnak azért az ütési, vagy mi a lövési értékének kéne szerintem nagynak lennie. Jó, gyere, itt van valami nagy hát bigyó. Hát én menjek, gonosz. Csak lemaradtál. Hát mindjárt lebénítom. Persze, le van bénítva, most már megölhetem. Én is lebénítottam még. Az én szörnyem is öli rendesen. El is tűnt. Nem sokáig marad le. Amúgy itt van egy kőkrült troll. Ja? Egy jelsét álltam mellette? Igen, ott a másik. Most élednek újra. Ja. Oké. Okay. Van valami? Addig már nem kapok semmi jó szucot. Amúgy lesz egy varázslatom, ami elég durván fog hatni. Itt is van egy. Látom. Tehát lesz egy olyan varázslatom, ami az alapsebzésem 500%-át fogja ott okozni. Milyen sebzésként? Hogy van? Jó, jó, hogy te is tudod. Tehát egyetlen megsemmisítő sugárban összpontosítja az alapsebzés 500%-át okoz a fizikai sebzésként. De visszaélett ez a videó. Addig megölöm ott hátul azt a másikat. Tehát gondolj bele, azért 500%-kal többet. Hát az igen. Sebezni, és erre még lehet rakni ugye boostot azokkal a bigyókkal. Ja, amúgy közben ezt a küldetést megcsináltam, kész lett. Ezután tégy jelentést. Jó, az már nem. Mi van még a troll szurdokban? Még ez van. Találd meg Linette az amulettjével bigyó küldetés. Na hol keresik az amulettet? Erre volt, most azt írja, hogy nem, most nem mutatja. Gondolom, akkor valami bot kell megölni, és már megölték. Nem, lentebb mutatta. Lentebb mutatta, én megyek oda. Jó van. Csak itt fenntartom az embereket, hogy ne üssenek. Látom, tetsz. Jaj, menjünk, mert már megint jön az adagat. Elég gyorsan visszadobálj most a frissítés óta, mert régen sokat kellett. Azt nézem én is. Jó, erre mutatja most, már mutatja újra. Lehet, hogy valaki megölte, és azért nem mutatta. Én is. Aha. Itt van ő az, Linette. Ja, igen. Ez komoly volt. Hát elég kis gyengus. Hát, meg... persze. Sikerült megölnöd? Persze, megkaptam. Oh, jó, most akkor vidd el Linette amulettjét Kennethnek az ellenállás videóba. Felül kell bemenni az ellenállás táborába. Hát már békén. Milyen erőszakosak hallod-e? Az. Várjál csak.
Jó, tehát... Szemes táborban, jó, oké. Akkor most hát rosszul dologban nincsen, Loxley kavernáiba mehetünk, ha gondolod. Akkor menjünk az közelebb van, és akkor onnan az ellenállás táborába. Jó, viszont szerintem ezt már a következő részben fogjuk folytatni, oké? Úgyhogy most elköszönünk, megint visszajött, hát arrébb kellett volna menni. Jó, meg most ezzel akkor el is köszönünk, és akkor a következő részben jelentkezünk. Tartsatok velünk akkor is, sziasztok! Sziasztok!